Robert Baden-Powell 1907-ben indította el az ifjúsági mozgalmat, amely hamar népszerűvé vált az egész világon. 1910-ben alakult meg hazánkban az első cserkész csapat, 1912. december 28-án pedig létrejött a Honi Szövetség. Olyan jelentős személyiségek álltak a cserkészet mellé, mint gróf Teleki Pál, tudós, geográfus, miniszterelnök, vagy Csík Sándor, piarista, tartományfőnök, tanár, költő. A magyar cserkész pedagógiát Csík Sándor dolgozta ki. A jellemformálással kapcsolatos nézetei, az emberebb ember, magyarabb magyar jelmondatba sűrítve végig kísérték a magyar cserkészet történetét. A mozgalmat a II. Világháborút követően betiltották, de titokban tovább működött, a rendszerváltozástól kezdve legálisan. Hazánkban jelenleg 9000 tagja van. A határon túli magyarok közül 7000 cserkész végez aktív munkát. A rendszeres heti foglalkozásokon kívül többnapos túrákon, nyári és téli táborokon, nemzetközi rendezvényeken vesznek részt. A Magyar Cserkész Szövetség idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját, míg az EGRI szervezet 90 éves múltra tekint vissza. Az elmúlt időszak cserkészettel kapcsolatos tárgyi emlékei és dokumentumai most a Bartokovics Béla Közösségi Házban tekinthetők meg. Többek között az 1933-ban Gödöllőn rendezett világtalálkozó relikviái. A legértékesebb kiállítási dolog a gödöllői dzsemborinak 1933-as eredeti térképe, vázlat térképe látható a falon, illetve egy-két fotóalbum, ami abban az időből maradt meg, meg egy sétabot, ami szintén ott lett vásárolva 1933-ban. A centenárium alkalmából rendezett tárlat január 30-áig várja a látogatókat.